szerencsésnek érzem magam, bár tudom, ezt nem mindig láttátok rajtam, hogy a legelső pillanatoktól kezdve részese lehetek a kapcsolatotoknak. Talán magatok sem tudtátok, hogy már nyakig benne vagytok a rózsaszín mámorba, de külső szemlélőként vettem a jeleket. Sára nevetgél, ugye? Olvadozik, ugye? A föld fölött lebeg 3 centivel, és mindig Bogdánra és az ő cukiságára terelődik a szó. Bogdán hódít, lehengerel. A Föld nevű bolygón mindenkit ismer. És ezt az előnyét latba is veti, hogy Sárát elkápráztassa. Vagytok ma itt velünk elsősorban, hogy tanúi legyetek annak, hogy mi mennyire túlcsordoló boldogsággal vagyunk mi most itt, és mennyire szeretettel fordulunk felétek és egymás felé. Úgyhogy szeretnénk kérni benneteket, hogy egész életünkben, ha kell, akkor emlékeztessetek minket erre a pillanatra, ha esetleg elfelejtenénk ezt az óriási boldogságot, ami bennünk van. Ti mindannyian itt vagytok, ti mindannyian emlékezni fogtok, úgyhogy legyetek mellettünk mindig úgy, ahogy most is itt vagytok. Eljöttetek ide a templomba, hogy az Úr megpecsételje és megszentelje szívetek szeretetét egyházának szolgája és a hívek közösségének színe előtt. Krisztus Urunk bőséges áldását adja erre a szeretetre, egy külön szentség kegyelmével gazdagít és erősít meg titeket, hogy kölcsönös örök hűségben vállalni tudjátok a házastársak szent kötelességeit. Isten engem úgy segéljen. Nagyasszonyunk, a boldogságos Szűz Mária. És Istennek minden szentjei. Hogy téged, Bogdán, szeretlek. Hogy téged, Sára, szeretlek. Szeretetből megyek hozzád feleségül. Szeretetből veszlek feleségül. Isten rendelése szerint. Az Anyaszent Egyház törvénye szerint. És hogy téged el nem hagylak. Holtomiglan, holtodiglan. Semmiféle bajban. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Most megkötött házasságotokat az egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és megáldom az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Ti pedig, testvéreim, akik itt jelen vagytok, legyetek tanúi e szent életszövetség megkötésének, amely Krisztus Urunk szavai szerint felbonthatatlan. Ő ugyanis azt mondta, amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Sára, viseld ezt a gyűrűt. Viseld ezt a gyűrűt. Szeretetem és hűségem jeléül. Szeretetem és hűségem jeléül. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Bogdán. Viseld ezt a gyűrűt. Viseld ezt a gyűrűt. Szeretetem és hűségem jeléül. Szeretetem és hűségem jeléül. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Isten szándéka a házasság szentségével az, hogy a házas felek között folyton növekedjék a szerelem. Ezt pedig én így fogalmazom, az egymásban való gyönyörködést jelenti. Az, amikor a másiknak akarok kedvezni, a másikat akarom boldoggá tenni,
mert szeretem, mert örülök annak, hogy van, örülök annak, hogy megtalálhattuk egymást, örülök annak, hogy egymás mellett lehetünk. Megmaradni abban az örömben, ami az Isten szándéka, az sokkal inkább egy iránynak a tartása. A közös világotok a jövőben is töltsétek meg sok szeretettel, otthonossággal, figyelemmel, elfogadással és gondoskodással. És kívánom, hogy a közös életetekben is legyen sok boldogság, éljen az ifjú pár! Wild, wild is calling. There's no time, no time. Oh.